Kezdődik a mai műsor, jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a stúdióban, itt van már Ceglédi Zoltán politikai elemző és Lakner Zoltán a jelen főszerkesztője, jó estét, szervusztok. Jó estét. 24-es választásokról beszélünk, de azért ugorjunk már vissza néhány mondat erejéig a 22-esre. Nagyon sokan elemezték már, hogy miért volt ez történelmi vereség, most már nem is arra kérlek titeket, hogy azt elemezzétek, hanem inkább az azóta eltelt időszakot. Tanult-e bármit abból az ellenzék, most mit láttok? Nagyon fél év van a választásokig, vagy már annyi sincs? De nem országgyűlési választásokig, én ebben meglehetősen megengedő lennék. Egy 22-ben, amit az ellenzék, összefogott ellenzék csinált, azt meg kellett csinálni. Egészen odáig ezzel és így még nem próbálkoztak. Teljesen közös listával, teljesen közös egyéni jelöltekkel, kiábrándult fideszeseket megszólítani igyekvő jobboldali miniszterelnök jelölttel, megvolt. Idén lesz két választás, de egyik sem az országgyűlési választás logikája mentén. Tehát az, hogy mit tanult az ellenzék a választásból, én még nem verném el rajtuk a port 22 e tekintetében, azt majd 26-ban látjuk meg, hogy mivel rukkolnak elő, ha ugyanolyan lesz a választási rendszer. Az idei két választás az inkább az a kérdés, hogy a 2019-es hasonló választásokra hogyan reagál. Én is inkább 2019-re ugranék vissza, és kihasználom a lehetőséget, hogy akkor én lehetek a szigorú, mert ha összevetjük a 2019-es helyzettel a mostanit, akkor az biztos, hogy rendelkezésre áll már, mint adottság, ami a 2018-as országgyűlési választás után a kormánykritikus közvélemény deprimáltsága és apátiája. Ez pipa, ez megvan. Ez követően következett egy ilyen hitelesítő periódus, egy jó fél évvel, háromnegyed évvel a 2018-as választást követően, a parlament ülésteremben a tüntetések, a Kunigunda útján a tüntetések, a Kossuth téren a tüntetések, egy olyasfajta ellenzéki együttműködés, és egy olyasfajta az ellenzéki pártok által mutatott viselkedés, amivel szerintem a saját választóikat is meglepték, hogy mennyire bátrak, nem konvencionálisak, kreatívak voltak. Ebből következett valamiféle együttműködés, majd elkezdték kialakítani ennek az együttműködésnek a formáit. Szerintem 2024 elején az kérhető számon, ha itt most éppen a Telex cikkre történt utalás a felvezetőben, hogy maguk ellenzéki politikusok is úgy nyilatkoznak szigorúan név nélkül, természetesen ők is azt érzik, hogy kezdenek kifutni az időből, hogy persze, le kell futni kötelező köröket, persze, pártpolitikában vannak egymással folytatott rivalizálások, de hát itt vagyunk 2024 januárjának is most már inkább a közepén, és semmilyen időhatár, semmilyen kialakult struktúra, mechanizmus nincs arra vonatkozóan, hogy meddig kell ezeket a köröket mikor akarnak mondjuk előválasztani. Te azt mondod az Indexnek, hogy azt hiszem a kibeszélőben nyilatkoztad, hogy te megengedő vagy, most is azt mondtad, mert hogy jelenleg azért mutatkoznak meg a pártok külön-külön, mert most lehetőségük van, hogy kitűnjenek. De nem is csak erről van szó, ugye. De meddig van lehetőség? Két dimenzió van. Az európai parlamenti választásokat tekintve szerintem 19-ben se volt egy ilyen nagy heuréka. Tehát ott is elindult boldog-boldogtalan, ahogy gondolta, és abból lett egy meglepetésszerű DK, siker, relatív, így van. Igen. Az önkormányzatit illetően pedig két dolgot azért szerintem vegyünk figyelembe. Az egyik, hogy most már hajlamosak vagyunk úgy emlékezni, hogy akkor mennyivel jobban rendezték ezt le, de Karácsony Gergely mikor augusztusban lett végül a közös ellenzéki főpolgármester? Talán júniusban egyébként, de hogy lesz egy előválasztás, arról szólt egy fél évvel korábban megkötött. És ez a másik, amit akarok mondani, hogy azt is kipróbáltuk. És szerintem nem azt a munkát kell számon kérni ma az ellenzéken, amit 19-ben elvégeztek, mert annak egy része megvan. Tehát azt most már tudjuk, amikor kérdés volt, hogy Baranyi Krisztina a legjobb jelölt arra, hogy Ferencvárosban polgármester legyen. Folyamatosan most már 4,5 éve polgármester, ez megvan, és még el tudjuk mondani a 19-es összes győztesnél ezt, azt már nem kell megcsinálni. Szerintem az érdekesebb, hogy mit gondolunk a ráindulásokról, tehát ami már megvan, és ahhoz képest mit csinálnak, tehát ott pont nem az a baj, hogy még sehol nem tartanak, hanem egy picit túl sok jelölt. Na de akkor mi az, amit nem próbált még ki az ellenzék? Azt mondtad, hogy 22-ben megvolt, kipipálták a teljes összefogást, előtte 19-ben láttuk, mit próbáltak ki, tehát nagyjából mi az, amit még nem próbált ki az ellenzék? Mindenki van próbálva, tulajdonképpen egy dolog kivételével, és ez persze megint inkább az országgyűlési választás logikáját hozza föl. Talán az nincs kipróbálva, hogy mi van, hogyha mindenki teljes erőbe dobással. Ha már annyit beszélnek arról, hogy rendszerellenesek, rendszerellenzéki logikában visz végig egy választást. Szerintem a 2022-es katasztrófa tanulsága sem az, hogy rossz dolog volt ez előválasztás,
éppenséggel lehetett tudni, hogy mik az előválasztás kockázatai. Én gyakran szoktam idézni Szabó Andrea és Unger Anna politológusokat, akik akkor, nem utólag, akkor elmondták, hogy itt két baj lehet. Az egyik az, hogy az előválasztáson az ellenzék egymást kritizálja, és ezt felhasználhatja ellenük a Fidesz, a másik, hogy ez egy olyan svungot jelent, amivel lehet, hogy eléri az erőfeszítései zenítjét az ellenzék. És tulajdonképpen valami ilyesmi következett be, majd az következett be, hogy akinek nem tetszett az előválasztás eredménye, az leállt a kampányolással, aki meg sikert érte el, az nem tudta földolgozni, hogy mi is történik itt. De ezek, amelyeket most az előbb idéztem, Annától és Andrától, ezek ismert kockázatok voltak, amelyekre föl lehetett volna készülni. És a kipróbálást illetően szerintem a 19-es önkormányzati választás azért fontos tanulság, és én ezért érzek bizonyos értelemben egy, ha nem is teljes mértékű, de visszafejlődés, mert hát egy darab sikeres választási projektje van az ellenzéknek a 2010-es választást követően, a 19-es. Uh-huh. Ami azt szintén relatív siker, azt el szoktad mondani, hogy... Természetesen relatív siker volt. És a Fidesz nyert sajnos. Innentől kezdve én nem pontosan látom, hogy mi az, amit újra fel kell találni, és az, hogy most zajlanak ezek a rivalizálások, még egyszer mondom, én párpolitikai elemzéssel foglalkozom, tehát nem az a gondom, hogy ez zajlik, hanem az, hogy... Ma egy olyan kampányhelyzet tárul elénk, amiben a Fidesznek lesz központi üzenete az EP választásra, lesz központi üzenete az önkormányzati választásra, ezzel szemben fog folyni egy tucat ellenzéki kampány az EP választáson, és nem tudom, százféle önkormányzati választás, persze minden nagyon differenciált, tehát ennek is van valamilyen mértékben létjogosultsága, de hogy, és itt akartam kiukadni, a tétje nincs megadva ellenzéki oldalról annak, hogy ez micsoda, hogy ez miért fontos EP képviselőket küldeni nekik az Európai Parlamentbe, miért fontos az önkormányzatok megtartása, miközben ezekkel a központi üzenetekkel üzemszerűen fog dolgozni majd a Fidesz, miközben szerintem meg lehet adni majd egy következő hosszabb kifejtésben, elmondom, hogy szerintem egyébként meg lehetne ragadni egy központi üzenetet, ami egyébként vonzó lehetne és motiváló erővel bírhatna. Mondják ezt külön-külön a pártok egyébként, hogy miért fontos, csak hát a kérdés, hogy mennyire üt el. Egyetlen egy technikai kérdés, minden este van egy idézetünk, most egy harmadik elemzőt behozok nektek egy idézet, és ez egy technikai kérdés. Egyébként az EP választással kapcsolatban mondta ezt az Áves Tibor, de az önkormányzatira is vonatkozik, például a DK vagy az MSZP szerint. Azt mondja az Áves Tibor, nagy kérdés, hogy az ellenzék össze tudja-e kovácsolni magát listákon az EP választásokig, most nem így néz ki, ennek megvan az a veszély, hogy az 5% alatti szavazott számok eltűnnek. Ebben az esetben a Fidesznek a 21 szavazatból lehet 13-14, ha sikerül valami fajta összekapcsolódást megvalósítani, akkor ezek a számok közel érhetnek egymáshoz, egy 12-9 arány sem lenne kizárt. Záves Tibort, és akkor látjuk is az idézetet. Tehát ez egy technikai kérdés, szerintem te ingatod a fejed. Szerintem nem jó a szkóp, nem jó a perspektíva. Tehát, hogy én mondok egy meglepőt, szerintem az ellenzék nem tudja elveszíteni az európai parlamenti választást, és ennek a következő az oka. Az Európai Parlamentben van 705 képviselő, jól mondom, ugye? 720 lesz most már. Ja igen, 720. Ez azt jelenti, hogyha az általad említett legrosszabb ellenzék szempontján a legrosszabb szenárió megvalósul, akkor lesz 13 fideszes. De hogyha megnézem, hogy milyen képviselőcsoportokra lehet számítani, jó esélye a néppárt megnyeri ezt a választást, relatíve, de neki lesz a legtöbb, most néztem egy projekciót, 175 képviselője. Na most, ha ez így van, akkor a Fidesz-szel legfrissebben ellenséges frakció lesz a legnagyobb. Utána jönnek a szocialisták, ott ül benne a 4 DK-s minimum, de hogyha visszakerül az MSZP, akkor lesznek legalább 5-en. Akik szintén aktívan az ellen vannak, amit a Fidesz csinál. Lehet, hogy harmadiknak följön az ID Wilders-szel, de szorosan a nyomában akkor is ott vannak a liberálisok. Tehát a parlament többsége jó eséllyel, én szinte ebben biztos vagyok, június után is egy Fidesz ellenes többség lesz. Tehát te azt mondod, az ellenzék üzenete az, hogy ők vannak Európában hatalma. Te azt mondod, hogy tulajdonképpen az EP választások tétje a Fidesz számára sem itthon keresen, hanem igazából a többi uniós országban. Hát ők most párják. Hát abból a szempontból persze nagyon fontos a Fidesz számára, hogy tehát nem tudjuk valójában, hogy az Európai Parlamentben ez a matek hogyan alakul. Azt tudjuk, ebben teljesen igazán az Olinak, és azért erről fontos beszélni, hogy nagyon más többség nem bír kijönni az Európai Parlamentben, mint a néppárt, a szociáldemokraták és a liberálisok.
hogy nekik pontosan mekkora lesz ez a többségük, ezt nem tudjuk. Azt sem tudjuk, hogy az új Európai Bizottsági elnök, vagy a régi, ha új mandátumra pályázik, milyen programmal lép föl, mennyire fognak mögötte szétszavazni, és nyilván Orbán arra számít, hogy ő azzal tud manőverezési teret nyerni, hogyha lecsorognak, vagy leválnak ezekből a frakciókból képviselők, akik nem szavazzák meg az új bizottsági elnököt, akkor az ő delegációjának nagyon fontos szerepe lesz abban, hogy támogatja-e ezt a bizottsági elnököt. Legutóbb is ezt árulta, így van. Hiszen pontosan ez történt 5 évvel korábban is. Ebből a szempontból a Fidesz számára szerintem nagyon is megragadható markáns tétje van annak, igen, hogy ez 12, ez 13, igen, 14. Az Európai Parlamentben. Persze, így van, de ezt ők maguk is egyébként ide emelték a tétet, és hogyha már behoztátok, még a fővárosról akartam külön is beszélni, de majd visszaugrunk. Éreztétek, hogy milyen meglepő EP választás, akkor jöjjön még egy idézet, és most Dajs Tamástól azt mondja, gyökeres változásokra van szükség Brüsszelben, el kell zavarni azokat a bürokratákat, akik hatalmi pozícióikat kizárólag arra használják, hogy nyomás alá helyezzék azokat az országokat, amelyek az Európa politikájukat szuverén módon alakítják, és kiállnak saját érdekeik mellett. Ugye most már hetek óta Orbán Viktor is nagyjából ugyanezt mondja, tehát hogy meg kell változtatni. Ez az, amiről ti beszéltetek, tehát kint van a tét. Ez a tét megadása. Tehát most teljesen független attól, hogy Dajs Tamás tartalmilag miket mond, a tét meg van adva, egyébként vissza lehet keresni 2019-ben pontosan ugyanazt a jobboldali áttörést várt Orbán Viktor az akkori európai parlamenti választástól, mint amit most tartott. És akkor még a néppárton belülről. És nem alábecsülve ennek a jelentőségét, de a belpolitikai tétje ennek biztosan nem lesz, bármilyen műsorban, akár melyikünket, vagy akár közösen hallhattak minket, mindig elmondtuk, én most is elmondom, szerintem az egész 2023-as évnek az ellenzék részéről arról kellett volna szólnia, hogy megélhetési válság van, és ebből a szempontból nagyon fontos az, hogy külön-külön mondják, ugye van, nem tudom, most már egy tucat listaállításra ambicionáló ellenzéki párt, ezek, hogyha 12 párt kiad napi 5 közlemény, szóval mindenki szorozza föl, hogy ez mit jelent, ebből nem fog kialakulni egy olyan politikai üzenet, amit a választópolgárok azonosítani lesznek képesek, magukat, miközben szerintem, ha lett volna ilyen kampány, és ma sem késő ebből a szempontból, én azt gondolom, a 2024-es választások, azok bevezetnek szerintem egy új intézményt, ami a magyar politikában eddig nem volt, ez a félidős választás. Hát akkor szóljon ez a választás arról, hogy a hatalomnak szokott ártani. A kormányzati ciklus közepén nézzük meg, hogy mennyire sikerült jól ez az első 2 év. Ha a félidős választásról szól ez a kampány, akkor ebbe a keretbe be lehet tolni az önkormányzati választást is, bele lehet tolni az európai parlamenti választást is. A polgármesterek is rámutathatnak a kormányra, hogy mindaz, amit nem értünk el, az a kormány kudarca, az európai parlamenti választása, hogy egyébként ez egy ilyen választás minden országban, ez a protest szavazatoknak a választása, ilyenkor lehet kiborulni a kormánnyal szemben, és anélkül a tét nélkül szavazni ellenzéki pártokra, hogy a választópolgár fejében ott lenne az, hogy na jó, de hát nem baj, hogyha kormányozni is tud az a párt, amelyre én tiltakozásként szavazok, ha ezt egy félidős választás logikáján építené fel az ellenzék, úgyhogy közben képes rendezni legalábbis valamilyen értelemben a saját belső küzdelmeit, akkor szerintem már is van egy elmondható története. De ezt egy picit én vitatom, tehát a polgármesteri rész legalábbis. Szerintem a polgármester, vannak polgármesterek, talán a főpolgármester is ilyen, aki párpolitikai törésvonalak mentén nyerte el a mandátumát. De én például arról nagyon lebeszélném Botka Lászlót, és még tudok jó pár olyan polgármestert mondani, aki nagyon sikeres helyben van, és szerintem neki nem az kell, aki rakedbe raknia. Nem fogja eldobni a saját eredményeit. Bocsánat, amit te mondasz, ez meg arról szól, hát ezt a két dolgot egymás mellé lehet tenni, hogy ezek a polgármesterek meg tudják mutatni, hogy ők sokkal jobban kormányozzák azt, ami ő rájuk van bízva, mint hogy a kormány viszont kormányozza azt, van, ami ő rájuk van bízva. A lista az egy pártválasztás, ott nagyon fontos lesz az, hogy a fővárosban van-e egy közös lista méghozzá azért, mert a fővárosi szavazásnak a logikája, amit az előbb mondtam, Karácsony Gergely mögött föltakarva, az volt, hogy van egy, hülyén hangzik ez mindig, ellenzéki Budapest, egy ellenzéki főpolgármester jelöltel, igazán erős az lenne, hogyha ő vezetne egy közös ellenzéki listát. Nézzük csak meg, hogy mit mondott erről, mert hogy mindjárt elmondod. Október 23-án Karácsony Gergely, és akkor folytathatod, mert van erről egy pár mondatunk. Én vállalom, hogy heteken belül létrehozom az ellenzéki pártok budapesti szövetségét a jövő évi önkormányzati választásra. Azzal, akivel lehet. Mindenki eldöntheti, hogy akar-e a közös sikerből részesedni.
Mert a köztársaság ügye a nemzet fővárosában igenis sikerre van ítélve. Egyelőre ez részsiker, ez ugye október 23-án mondjuk volt. A közös listát nagyon taktikusan nem mondta. Mondjuk az október 23-án akkor még nem volt, ez még szóba sem jött. Ugye miután a választójogi törvényt megváltoztatta a Fidesz, azután a DK mondta azt, hogy változott a helyzet, muszáj lenne egy közös lista, az MSZP meg az elejétől fogva azt akarta. De szóval Karácsony Gergelynek ez az ígérete, hogy itt néhány héten belül meg lesz a teljes összefogás mögötte, ez nem sikerült, hogy az MSZP, a Momentum, a DK beállt már mögé, az LMP viszont hát folyamatosan Vitézi Dávidot győzte. Van egy DK-Momentum konfliktus, ami megnehezíti, ugye, mert a megállapodásukhoz ugye közösen kell jelölteket állítani, közös listára kell felrakni, illetve megállapodni polgármester jelöltekben is, hogyha tényleg összefogás van, ez egy alakú folyamat. Hogyha én folyamatosan a legnagyobb pártot, azt kizárom ebből a körből, onnantól kezdve nagyon nehéz, hogy ez megvalósuljon. Nem tudom még, hogy az LMP esetében mi lesz, azt tudom, hogyha Vitézi Dávid csak LMP-s jelölt, és senki más nem támogatja őt, akkor ez egy nagyon szép hősies küzdelem, aminek a végén nem nagyon látszik, hogy ő kapná a legtöbb szavazatot. Nem jelent veszélyt Karácsony Gergelyre, ha nem is ő, hanem az, hogy egyre több jelölt lesz. Ez két különböző dolog. Az mindig, izgalmas kérdés, hogy Vitézi Dávid kitől viszel. Kitől vitte el Puzsér Róbert 19-ben? Karácsony Gergelytől vagy Talós Istvántól? Hiszen folyamatosan Karácsony Gergelyt bírálta. Egyáltalán nem biztos, hogy olyan szavazók szavaztak rá, akik egyébként Karácsony Gergelyt szerették volna. Vitézi Dávidnak, és látszik egyébként, többen megpróbálják ezt a perspektívát fölvázolni, Vitézi Dávidnak az válik az előnyére, hogyha egy egyenlő oldalú háromszögnek a csúcsán van a két jelölt felé, és az rossz neki, hogyha összenyomják Lázár Jánossal, és ketten indulnak a Karácsony ellenes szavazatokért, vagy a fideszes szavazatokért. Választás matematikai szempontból sem könnyű egyébként erre a kihívásra megfelelni. Én különböző számításokat ismerek arra vonatkozóan, hogy nyilván ugye korábbi választási eredményekből tudunk valamit projektálni, és nem tudjuk teljesen jól átszámolni erre a helyzetre a korábbi választásokon leadott voksokat. Nem biztos, hogy ez a dolog azon múlik, hogy a DK és a Momentum közös listán indul. Egyébként szerintem, ha az ellenzék egy rendszer ellenzéki elszámoltató logikában van, ahhoz egyszerűen jobban passzol a közös lista, és szerintem ez is borzasztó fontos, amikor technikai kérdésekről beszélünk, akkor ezeknek egy politikai stratégiába kell illeszkedni. Hát én azt akarom elmondani, hogy nekünk van egy közösen tett jobb ajánlatunk a Fidesz rendszerével szemben, és mi akkora bajnak tartjuk, hogy az Orbán rendszer fennáll, hogy mindenképpen minden eszköz megragadásával ki kell őket akolbólítani. Kivéve? Ahhoz közös lista illik. Igen, de... Ha azt gondoljuk, hogy ezek a választások helyosztóként szolgálnak, akár abból a célból, hogy majd 2026-ban jól közösen indulhassunk, vagy hogy éppen körbe megyünk a módszerekben, mert már mindegyik módszer volt, akkor persze ahhoz passzolhat akár a külön indulás is, hogy választás matematikai szempontból a fővárosi indulásnak árt-e vagy sem az, hogy a DK és a Momentum külön listán van, én erről nem vagyok teljesen meggyőződve, az EP kapcsán tudunk használni mandátumkalkulátorokat a korábbi választásokra vonatkozóan, mert ott nem változott a választási rendszer, ott egyértelmű, hogy oda lehet ajándékozni a Fidesznek mandátumokat azzal, hogyha 5%-os küszöb alatt ragadó pártok is listát állítanak, de ebből a szempontból szerintem a fővárosban is ez a döntő kérdés, hogy hány olyan párt lesz, amelyik nagy garral nekivág ennek a küzdelemnek, kiköt 1-2-3-4%-on, és ilyen módon fognak elveszni a kormánnyal. Most nem csak közös lista nincs még, és a főpolgármester sincs még, nem csak az ő szeméről van szó, hanem a kerületeket, ha megnézzük, hát ott az 5., a 12., van, ahol 3-4 jelölt van, de vidék, hát van, jó néhányban 10-ben van vitás. Nyitott a küzdelem, és ugye ezzel tényleg az a probléma, amit az Oli is fejtegetett az előbb, hogyha azt a helyzetet akarjuk létrehozni, hogy az ellenzéknek jobb ajánlata van, akkor azt nagyon nehéz azzal fölvezetni, hogy persze köztünk is vannak gazemberek, ami elhangzik, köztünk is vannak bénák, rosszak, stb. Tehát, hogy mondjuk az jó, ha nincsenek gazemberek. De én nem is azt mondom, hogy gazemberek vannak, hanem hogy ilyen állítások hangzanak el ezekben a csatározásokban, ki korrupt, ki hogyan lop, hát ezt korábban kellett volna megbeszélni, mielőtt eldöntötték, hogy összeállnak, és akkor sem nyilvánosan. Tehát szerintem ez egy létező probléma. Szerintem a fővárosi szavazók, de erre nincs adatom. Fővárosi szavazók azok e tekintetben kompromisszumkészebbek, mint a pártok, és meg fogják találni a jelöltjeiket az ilyen egymásra indulásra. Utolsó gondolat,
el van már késve az ellenzék? Van, aki szerint már nagyon, de megosztanak a vélemények. Miénk is. Hogy is mondjam, én azért a hülyeség egy elég magas szintjének tartanám, hogyha végül is nyerhető kerületek vele egymásra indulnának, illetve én azon is csodálkoznék, hogyha azért a politikai érzékkel valóban rendelkező szereplők nem kezdenének el mondjuk egy új fővárosi felállásnak a működtethetőségén gondolkodni, amiről most beszélünk, az lényegében arról szól, hogy az LMP nem is kíván részese lenni egy fővárosi ellenzéki koalíciónak, és könnyen lehet, hogy a kutyapárt nélkül nincsen többség. Akik viszont nyitottak. Szóval én nem látom ebben azt, hogy ettől mitől lenne bizonytalanabb a főpolgármester mögötti többség, hogyha egyébként ennek az ilyen értelemben vett az egykori közös listás plusz kutyapárti ellenzéknek többsége van a fővárosi közgyűlésben, kétségkívül egy más politikai helyzet, mint az eddigi, de ez olyasmi, amire fel lehet készülni, és amiben meg lehet találni a kooperációnak. Csak egy mondat, hogy ugyanakkor meg láttuk azt, hogy hogyan robban szét Egertől az első kerületig egy csomó olyan. Hát az első kerületben azt megtörtént. Mármint, hogy a közgyűlésben nem. A közgyűlésben nem, de a kerületekben igen, és hát ugye hasonló szereplőkről beszélünk. Azt hiszem, az első kerületben máshogy sikerült elintézni magukat. Ott a két jobbikos az átfordult például, de tudok még ilyen példákat. Köszönöm, hogy jöttetek.